Összesen 50 alakulat mérte összetudását, ahol a dombóvári sporthorgász egyéni teljesítménye alapján a magyar csapat tagjaként a dobogó legfelső fokára állhatott fel. Egy ilyen versenyre való felkészülés az folyamatos. Tehát nem lehet ezt 10 perc alatt fölkészülni egy ilyen versenyre, tehát az évek hosszú munkája. Mindig gyakorolni kell, mindig toppon kell lenni, és ahhoz, hogy erre a versenyre hogy tudtam felkészülni konkrétan már, ugye azért a kezemben vannak a horgászfogások, és miután kiderült, hogy Bulgáriában lesz a verseny, az időpontja is letisztázódott, a szövetségi kapitánnyal kiutaztunk ketten Bulgáriába, mert ezen a pályán rendeztek egy horgászversenyt, a bulgár horgászoknak a válogató versenyét, amely versenyből aztán kikerült a bulgár csapat, akik részt vettek a világbajnokságon. Tehát ezt mi megnéztük, ott már szereztünk róla információkat, tapasztalatokat, láttuk, hogy mit horgásznak, milyen halak vannak, mennyit fognak. A felkészülés nagyon komoly és precíziós munkát igényelt. Kiutaztunk a világbajnokságra így vasárnap este, ott találkozott a csapat, és akkor hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön voltak a tréningnapok. Ekkor lehet összeállítani az pontos taktikát, a technikát, taktikát, hogy a halakat hogy lehet megfogni. Tulajdonképpen ez a lényege. És ez egy csapatmunka. Tehát itt nem csak én dolgoztam ezért a trófeáért, hanem az egész csapat. Mert azért megosztottuk, minden este megosztottuk egymás között az információkat, sőt, még tréning közben is. A hazai válogatott csapatban bronzérmet szerzett a viadalon.